Szép estét, sziasztok srácok! Mi az Isten van ebben? Szép estét, sziasztok! Komoly, erről hogy lett levéve az asztal itt? Asztal. Olyan. Mi a picsa van ebben? Na. Szia Doma! Szép estét, jó estét mindenki, sziasztok! Na mi zudani? Jössz, nem jössz? Hogy lesz? Az komoly. Mi történik? Hát hogyne, hogyne, persze. Szia TD. Azt a mindenit, sziasztok srácok, Laci. Aló, aló. Tuti. Na, álljátok srácok. Pont mes nézésre készültem. Aha. Miféle mes lesz? Szerintem ebből egy picit butítok. Mert lehet, hogy sok egy kicsit a 2K meg a nagyon magas. Holnap már kell dolgozni, nem sok pénzt kaptatok. Hát ennyivel van ennyi. Ja. Szia Hell. Hello, hello. De borzasztó fogja. Bár egyébként lehetséges, hogy megint csak szarabb lett a játék, mint eddig, mert most megint volt valami frissítés, és általában eddig, amik voltak frissítések, az mind csak rontott. Nem hallom 8000 hangját. Íj! Sziasztok, srácok! Nem tudom, Balázs, nem tudom, de nem is szeretnék ilyenekről beszélni streamben, tehát
valahogy nem tudom, nem, nincs ennek itt helye. Nem tudom, Doma. Egyébként nem tudom. Én kaptam egyet. Azért is küldtem be, mondom, hát ha. Jó dolog ez, vagy nem tudom. Füstés óta rossz, nekem is szaggat, stb. Szívás, akkor valószínűleg elkurálték ezzel a füstéssel megint. Gyönyörű. Na várja. Az igen. Ez így jó. Na várja. Elvileg ezt kéne megvenni a 40. Nem csak nekem laggon olyan az 1.8-as füstés óta. Ja, valószínűleg valami nem úgy sikerült, ahogy tervezték, mert a legutóbbi FS streamnél akkor az előző beállítás volt, tehát a 2K meg a legmagasabb felbontás vagy beállítás. Aztán most meg butítani kell rajta, szerintem még lehet, hogy mindig. Mert nem megy. Ó, de gyönyörű. Betöltöd még máma? Vagy nem. Cirok, ebbe cirok van. Nekem megyen. Nekem miért megyen? Na! Nekem megyen. Na, miért megyen? Ja. Venni kell felhitelt, mert nem tudjuk megvenni máshogy. Vagy. Tehát akkor se. Na váltok, 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 váltok. Cirok. Johnsonnál ad a legtöbbet. Szóval van. Annyira nincs messze. Többiek mikor csatlakoznak? Az az érdekes, hogy fogalmam nincs, mert ugye beszéltük tegnap, hogy akkor ma este csapatunk egy streamet, egy ilyen közöset, de mondtam is, hogy ilyen 8 óra környékén, még ugye késtem is, mert még a kicsit még megfürdetni, meg bla bla bla. És se hozzén ki. De hát mondom, már csak elkezdem. Azt nézd meg, ez meg önöket gondolkozik a gép, hogy ez hihetetlen. Bálint, köszönöm a követést, üdvözöllek. Van benne egy kis cirok, ezt elvisszük, eladjuk. Azt nézd meg, azért nyomok egy kabint, azt megáll a gép. Mi? Az meg ez így játszhatatlan. Szerveren vagyok fent, persze, ha. Csak az a baj, hogy ezek nem szerver laggok. Tehát a frissítés óta történik ez a hülyeség, hogy ilyen megakad elég sűrűn. Jó, felemelyek. Nem igazán. Oké.
Szia Vito! Bocsi. Farming társalgó egyre. És akkor... Várjátok srácok, egy picit elveszem a képet. Pillanat. Haló? Nem hallak, Dani. Szerintem nincs beállítva. Lent a... Bemegy a szobába, alul, a neved mellett, bal alul. Haló? Na mondjál csak valamit. Haló? Haló, hallak, haló. Húzok a hangodon egy picit, mert halk vagy. Jobb? Jó lesz, csinálom. Na. Na, most milyen? Szerintem jó lesz, jó lesz. Jó lesz? Aha. Most sziasztok. Halló. Na, szervusz. Na várjál, mert most nekem én valahogy le kéne írnom a csatlakozáshoz szükséges dolgokat. Egy pillanat. Azt mondja, hogy... Na várj, elküldöm a... jelszót. Mi a franc van? Megvan. Na, elküldtem a jelszót. Azt a mindenit. Szia Neo, sziasztok, sziasztok. Köszönöm a rédet, 11 fős rédet. Mi újság van? Szia Zsolt. Na, elküldtem a... Oké. PV-t. És akkor... És akkor... Oké. A szerver neve annyi lesz, hogy... Tök mindegy. Frappáns. Elég nehéz volt kitalálni. Nyilván ékezett meg minden nélkül. Tök mindegy. Szia Misi, hello, hello. 3D farming nem volt elég, de amúgy elég volt teljes mértékben, csak megbeszéltük itt a többiekkel, hogy már most csak kéne egy ilyen is. Hopp, itt kell vágni egy jobbost. Jaj, bazzeg, szóljatok, nincs kép. Jó, megvan. Mit szeretnél? Jaj, ez a legutolsó frissítés, ez nem kellett volna a farmingba. Meg szerintem már nagyon sok nem kellett volna, mert ahányat adnak ki, annyival egyre szarabb is. Itt is szarvas, minden, mindig szarvas, mindig szarvas. Csak a szarvas. Ha lenne bent Steyer multi, Isten bizony vennék egyet benne. Ilyen kis mütyűr munkákra teljesen jó lenne. De nincs. Szarvas.
Szarvas és have, honnan ismerős? Na, na vajon honnan? Igen, ezt, hát ezt egy kicsit elfejtettem egyébként, hogy, hogy havéval vagyok. Semmi baj. Boston, 3 millió. Uah. Uah. Na, akkor vegyünk fel egy kis hitelt. Egy, hát kb. Annyit kell amúgy, amennyit enged. Nem tudom, mennyit fog engedni. Hát ennyit. 362. Lett össze-vissza. Ezt kéne neki. Már tudjuk venni. Nagyon jó. Oké. Okay. Jaj. Na, aztán mi újság van, srácok? Ott telt a hosszú hétvége. Jó, gyorsan. Már akinek hosszú volt. Nálunk nincs olyan. Szomorú. Annyira én sem tudtam kielvezni egyébként. Ma ugye itthon voltam. Na mondom, nagyon jó lesz, majd pihenek. Aha. Villany szereltünk. De mit csináltunk még? Csomó mindent. Jaj, jaj. Mi történik? Nálunk nincs olyan. Így, ezt jól kielőztem, nem is néztem, mit csinálok. Ez a szaggatás, ez megőrít engem amúgy. Szerintem még mindig vennem kell vissza az egészből. Napi rutin lett, hogy nézem a streamed. Na hát ez... gyönyörű volt. Csáó, kávéget összeszartam magát.
Az igen, ez itt jól van téved a bokorba. Na várjál, jó felemelyek? Pont nem. Ezres a Clio tetejére, az is jó. Dani lement a térképről. Szerintem Dani még nincs bent. Dani? Daniel? Dani-t elvesztettük. Nagy forgalom, hát nem igaz. Na gyere akkor. Jújjúj. Próbálkozom. Na. Tudok valamiben segíteni? Több személyes játék azon belül így van. Nem tudom, miért nem hallasz. S790. Én nem látok itt S790-et, de még csak S700-at sem.
Na, így is jó. Köszike. Tehát nincs. Nincs, sajnos nincs. Ó, értem, értem, értem. Rendben, Tomi. Antonio. Hát azért addig még csak leszek tán. Bár durván fáradtam úgy a szemem. De megpróbálom. Jó kis cirok. És ez miért jó? Mennyibe kerülhet egy kamion csemegkukorica? Hát ez egy jó kérdés. De ha tudod, akkor mondd meg, mert én nem tudom. Elég rendes nagyja ez a cirok. Az elég jó. Kilenc kocsi egy nap. Nem tudom, hogy mi lehet a norma. Fogalmam nincs.
Na, érkezik Dani. Majd csak próbált jönni. Teljesen össze voltak tekerve, a beállítások szaggatott is, mint állat. Tehát akkor a frissítéssel belenyúlt a grafikába is, vagy mi? Ezer tonna homok, tonnája 10 euró. Wow. Ezek szerint ja. Most volt állítva minden, hogy atomreaktor. Lehet majd nekem is rá kell néznem kicsit jobban.
Na majd ránézek akkor. Rádió nem hangos hozzám képest. Az oszlop ez igencsak rossz helyen van. Pont jó. Bent vagyok. Tényleg itt van Dani. Azt a mindenit. Szia Gyula. Nem tudom miért nem hallasz. Nem tudom, mindjárt ránézek én is. Tábla, meg. Na, valamit hallok. Engem hallasz? Halló, Tomi, halló, halló. Na mi a helyzet? Te már végeztél is? Nem, csak beugrottam megnézni, hogy melyik oldalon van a hiba az. Ja, értem. Bazdmeg, ez a tábla. Kicsit emlékeztet az elmúlt napokra. Nem próbáltam még Gyula, nem, az az igazság, nem is ültem gép előtt. Most kapcsoltam be egy Oroszszel körülbelül. Itt hagytam magára, hagyj frissítsen mindent le, ha le akar. Aztán már jöttem is befele. Jó kis karók, hát... Belefele mellé. Jaj, várjátok, így csinálom, mert pont kitakarom. Így van, kollektorul vettem én is, persze. Mindenképp lemezesen akartam megvenni, mert az összes Eves, meg még régen ugye Landwirtschaft Simulator volt a neve, az összes rész megvan DVD-n, úgyhogy ezt is muszáj volt.
Egyébként egész hamar rá lehet unni erre a villogózásra. Így elsőnek amúgy tényleg ilyen nagy bulinak tűnt ez, de amúgy meg. Az meg bevetették a izét is, oszlopokat. Gondoltam. Körbe kéne vágni, csak most visszafele fogok megindulni, hogy ne kelljen szopni a üdítéssel. Na Mizu, Dani, sikerül? Vagy egyáltalán te hallasz engem? Discordban be van minden állítva? Azt a milyen diundisú zenék vannak itt. Holnap akkor éjjeli meló lenne, ja. Bár nem tudom, hogy fogom bírni, hogyha már most álmos vagyok. Le akar ragadni a szemem. Azért nem bírta ki. Reggel lesz elkészítve.
Le lesz téve az eke. Fel lesz kerekelve. Ó, Gyula, köszönöm szépen, hogy szóltál. Mindjárt át is rakom akkor. Baszki, mit kell csinálnom, hogy ne aludjak el? Lehet, hogy egy rövid stream lesz. Szép estét mindenkinek. Szia, Tomi. Segítene. Lehet egy kis hideg víz. Mi zudani? Nem akarja. Ja, akkor hallottalak. Na. A gondot azt én sem tudom. Valamiért a Discord nem annyira akar működni Daninál.
Rendben, Zsolt. Kösz, hogy itt voltál. További szép estét. Szia, szia. Az igen, tele van. Cirok, hát még mindig a John Jones nála. Érlek többet. Elviszed Danieladod? Elviszem. Zsír. Johnson's Farmers Market. Itt a 44-es, 43-as föld végébe. Azt mondja, nézzünk egy... Ez így nem lesz jó. Új map. Nem tudom, hogy mikor adták, vagy mikor csinálták. Nekünk is egyébként új map, mert nem ezen játszottunk eddig. Egyetlen stream volt még csak belőle. Majd kiforogjuk. Beállítottam, hogy 52 fokkal menjen, úgy legyen az egyenes, és ehelyett 50,5 fokkal megy. Ezt egyébként nem értem ebbe a térképbe, hogy na, most mondd meg. Tehát nincs benne egy egyenes rész. Nem lehet használni olyat, hogy 90 fokon mész, 270-en mész, nullán, 180-on. Itt nincs. Vagyis hát használhatod, csak nem úgy vannak vetve. Nem úgy vannak rajzolva a földek meg egyebek.
szabadon választható fokra. Ez megtelt. Baszki. Na ez jó szívás. Másik oldalon tudsz állítani. Mármint itt. Passz. Frissítéssel valami újdonság is lett, valamit tettek bele pluszba, csak nem tudom már, hogy mit. Azt kerestem volna. Lehet csak kamusztak. Kamu. Tíz misi. Na, ez jó kis kör volt.
been listening to Ewan McVicar tell me something good. It's one of those tunes you just want to dance to. $24 milliót adna ezért a munkája, 30-as föld. Szóval. Az igen. Ez elég egy elbaszott alakú. 22 hektár, gyönyörű. Havi fizunak? Simán. Jön már. Hát srácok, nem tudom, meddig leszek, de nem vagyok a toppom. Kicsit tartok is tőle amúgy. Az első kritikus az inkább ilyen egy óra környéke szokott lenni nálam. Aztán ha azon sikerül átlendülni, akkor a következő majd ilyen négy óra környéke reggel. Akkor kezd majd felfelé jönni a nap. Hosszú volt pár nap. Elhiszem. Hát ennyi, megoldod.
Ott is meg fog borulni egy kicsit. Nem tudom, Dani, hogy nem valami olyan probléma van, hogy halkan beszélsz és nem kapcsol be a mikrofon. Vagy valami ilyesmi. Vagy az is lehet, ja, nem tudom. Ezek az úgy néz ki, mintha almák lennének, vagy barasz, vagy valami. Szia Romelus, hello, hello. Így van, azt mindenképp be kell állítani. Nem elég a, az alapértelmezett. Alagonya. Azt a mindenit. Mondjuk lehet, hogy az is rájátszik erre a fáradtságra, hogy fél hat környékén keltett minket a kicsi. Eléggé meg van borulva a óraállítás óta. Aztán fél hatkor keltett minket, azóta fenn vagyunk. Gyere, Dani! Ja, neki már fél hét volt. Dani beállott. Szia Dénes! Végeztünk persze. Már azóta volt... azóta volt már... hogy hívják is... szántás is. Szántottam kettő napot, de mit tudom csinálni. Na, és csak nem jött össze, Dani.
Na, és hogy halad? Úgy néz ki, hogy nem. De mi a fene van abba? Hogy nálam van probléma, valami. Halad szépen lassan, persze. Most úgy állunk, hogy fele tálványozva. Kívül úgyhogy a tűzfal az végül is nagyjából meg van csinálva előről. Lenémítva. Nem tudom, mindjárt ránézek egyébként, hogy nálam mi van. Belülről ma villanyoztunk. Ahova gondoltam, hogy kéne konnektor, meg minden. Azokat csinálgattuk meg. Múltkorában már ki lett vésve a fal mindenhol, belecsövezve, gégecsővel, csak az a baj, hogy ma jutott eszembe, hogy bizony jól át kell majd a hát nem mondom ki a teljes nevét, de a TÉS szolgáltatónál lévő optikai kábelt, azt vissza kell majd húzni, mert át lesz máshova téve, nyilván az új részbe lesz téve majd a routerük, és oda újra majd be kell húzatni velük. Na és annak bizony nem tettem be csövet a falba, hogy le tudják azon dugni az optikát. Úgyhogy még most véstünk miatta, meg arra sem gondoltam, hogy a kis szoba, ami ugye lesz egyelőre majd ilyen stúdiószoba, hát bizony hiába tettem áramot mindenhova, tehát hogy legyen nagyjából elegendő konnektor. Arra megint csak nem gondoltam, hogy az UTP-t azért valahol el kéne vinni. A routertől ugye át a kis szobába. Úgyhogy ott megint véstem egy pluszt, be lett az is csövezve. Így hát most már valószínűleg jó lesz majd. Nem lesz sehol sem kósz a UTP kábel, nem kell vinni a sarokba, meg itt ott, hanem szépen csak a falból kiáll, aztán már ott is van. Reméljük jó lesz. Éppen nem állt meg a gép. Légvonalban a legszebb az UTP. Pfú. Hát, ha már csinálják, akkor most csináljuk meg jól. 2,5 hét. Nézd ki, itt végre lehet használni a fürdőt. Hát, ez biztos, hogy nagyon jó érzés lesz.
Na, Dani mindjárt megtelik, kell még rá egy jó féllel. Na, haló? Haló? Na, haló? Ellek vagy meg vagytok ketten? Na, gyere! Gyere csak! Nem kell kihúzni magad a munka alól. Mondod azt, amikor learadtam tegnap azt a két cirokföldet? Én nem láttam, úgyhogy... Még elvitted a maradékot! Hát az csak ott termett. Onnan biztos loptad. Valamelyik gazdától csented el. Minden egyes fillérünket rááldoztam erre a földre. Úgy hitellel minden együtt. Muszáj volt. Leépítések kellenek ide. Valamit eszközölni kell, mert... Erbusz, Laci. Figyelj, egyébként szörnyen megoldjuk ezt a... Ha esetleg úgy gondolod, hogy nincs... Egyek napszámba. Nem fog neked jutni munka, ezt megcáfoljuk azonnal, mert mindjárt veszek egy másik pótkocsit. Szerintem az csak pazarlás most, de... Azt mondod? Az a helyzet, hogy... Már nem tudom. Mert amíg megfurd, addig simán megszedek egy tartálya. És állni fog a kombány. És ha áll a kombány, az kiesés. Mi az a langyozene? Neked nem csinált semmi problémát a frissítés, Tomi? Nem igazán. Hát akkor neked erőműved van. Mindig szevezek a 30-as szériával, de már nem akarok nem kicsi upgrade-et, már inkább kivárom a 4000-est. Uh-huh. Pedig azt hittem, hogy megöröklöm a TI-t. Nem idén. De jó vagy! Az a helyzet, hogy nem látom a szervert. Frissítgessél, ott lesz az. Beterheltük és eltűnt. Holnap lesz live. Fú, amúgy nem tudom. Nem tudom, hogy mit kell csinálni, mert... Mert nem tudom, hogy fogom bírni az éjszakát. Holnapi napon nagyon rá kell pihennem arra az estére, mert... Lófasz nem lesz belőlem. Éppen 10 óra van, de már annyira a holdponton vagyok, hogy... Most be fogok aludni, vagy nem fogok, mert... Nagyon fájt a szemem. Éjszaka, igen. Éjszaka kéne mennem. Szántást lezárni. Kitartás, köszönöm. De annyi biztos, hogy főzni fogok amúgy a kávét. Ezt viszek termoszba. Mert szerintem anélkül halál. Még lehet úgy is, sőt.
Nem tudom, Dani-nak mi van a DC-vel. Valami ott szerintem el van még állítva. Az elején még hallottuk. Igen. Mivel zárható le a szántás? Mi busa forgóbronát használunk rá. Tele vagyok. Mit kéne a kis pótkocsi után tenni? Pótkocsi kis gép után. Ez mi, ez trágya szóró, nem? Na. Látom. Béreltem ki egy pótkocsit. Mindjárt megyek fel, veszem. Gazdaság nehézségi szint közepes. Kis kihívás legyen. Patta. Közepes csak a lölőjéknek van. Közepes? Dani. Az erősebb kutya baszik elven. Történt a elhadás egymás mellett? Vagy? Mi fiú, de még nem. Elszívok egy nagy dzsangát. Mi visszajöttek. Korát vettél, el fogja tudni húzni ez a kis matchbox? Ó, sima. Lehet, hogy nem kellett volna time-ot volnom Danit, és akkor tudna beszélni. Mi?
De vicc, 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 ne, hogy valaki komolyan megye. Szia, ha-ha. Éjszaka 7-től 7-ig ugyanúgy. Tehát reggel 7-től este 7-ig van a nappalos, meg este 7-től reggel 7-ig a éjszakás. Ezek te? Hát főleg éjszaka hosszú ám az a 12 óra. Kiéjszakáztam magam jetterezéskor, elég is volt már a vége fele. Nézegettem az órát 10 percenként. Szerintem az utolsó előtti éjszakán, vagy utolsó éjszakán, nem tudom majd hogy volt, akkor emlékszem, már nem is bírtam végig az egész éjszakát, meg kell tájak, mert olyan szint rámos voltam, hogy szerintem egy pillanatra talán le is csuktam a szemem. Na jól mondom, itt vége van. Inkább megálltam aztán. Nem is tudom, 40 percet vagy egy óra hosszát aludtam. Ugyanolyan szar volt utána is egyébként, de már akkor valahogy kibírtam. Szántan, hogy fél egy fele minden bajom volt már. Hát, ha nem vagy hozzászokva tényleg a bagoly üzemmódhoz, akkor azt. Kemény lehet. Az a durva, hogy én arra keltem, hogy azt álmodtam, hogy bealudtam menet közben, és ahogy felriadtam, azonnal
rákaptam a lindekarra, és húztam vissza, hogy megállítsam a gépet. Meg nyomtam ki a szivattyúnak a gombját. Holott le volt állítva a gép. És nem volt mit megállítani. Úgyhogy csak ennyire voltam fáradt. Nagyon szar volt. De akkor azt azonnal felkeltem egy pillanatra tényleg, hogy bazeg, húzom vissza a lindét, hogy váááá. Hú. Ja, kemény lesz. Nem tudom, hogy lesz ez stream amúgy. Lehet, hogy nem lesz, nem tudom. Legfeljebb átívjuk, csak alszom streamre, tehát. Van olyan kategória? Ah, ja, just sleeping. Menj már. Mm-hmm. Az de szar. És egyébként nem tudom, de ebben mi, vagy miért van ez engedélyezve egyébként? Ez egy szabad világ. Hát én értem, de... Most akkor ennyi erővel az is beteg, aki... Jaj. Na, oda a termény, meg levonjuk a fizetésbe. Az is beteg szerintem, aki azt streameli, hogy alszik, meg az is beteg, aki ott van végig és nézi, ahogy a streamer alszik. Mert egyébként mit néznek azon, hogy valaki alszik? Azt várják, hogy mikor ébred fel, és akkor azt a pár más percet várják meg, vagy nem-e fog alva járni, vagy álmába beszélni, vagy... Tehát, hogy... Csaj, jól nézett ki. De nekem akkor is furcsa ez. Azért csak kijelzik ez a Passenger mód. Hát ja. Megpróbáltam adani mellébe ugrani, de... Rejtős. Biztos, hogy kell hozzá a kubota. Szarul hekkelték meg. Nézni kéne egy másik földet, mert ennek nem olyan túl sok híja van. Az a baj, 36-os, azt nem bírjuk megvenni. A világon nincs annyi pénz. 72 kész van. Nem tudom, 21-es is borzasztó drága szerint. 600 millió.
Barack. Arátjuk a barackot. Igen. Szerintem a 370-essel. Ad lesz majd vissza felkerekelve duplára. Utána akasztva a boruna. Aztán az bírja húzni. Visszafelordulsz úgyis, nem? Aha. Baszki, nem bírta ki. Ha vagy. Menj az Isten. Belefért. Lesz az. Te basztad el. Lízeg elvitte a traktorom. Ott húgyozott a mező közepén, baszki. Látod, hogy mindjárt megtelik a kombány. Beugrott, megmentjük a napot. Lépni kellett. Mennyi kell még bele, Tomi? Ez 88%-on van, 6000. 6000, fasza. 43-as vagy 44-es? Jaj. Na? Felkúsztam egy oszlopra. 5000. Szerintem 43-as. 43-as. Ez hol a picsába? Fent? Yep. 43. Rakom a Danit. Ja, egyébként tényleg. Nem vész innen. De nem, a 43-as az művelt. A 44-es még csak növekszik. Nem, én a... Avét kérdeztem. Ja. Oké. Ez melyik map? A Dunalka. Azt mindenit megraktad. Felibe. Ez pont neki való az a pótkocsi. Annak a gépnek. Majd a dombon szízni fog fölfele. Jó lesz az. Akarod? Hm?
néztem, hogy mennyire vagy tele, mondom, nem akarod? Most fáj a fejed? 30%. Szevasz. Akkor szevasz. Szerintem visszafordulok erre a hosszúra. Ezt elviszük innen? Azt a maradék is háromszöget kiforogjuk, az csöcs. Melyik UTP most a leggyorsabb? Kathat? Kérdés, most fejből nem. 52-es. 52. Adjuk ezt a földet azra. Ez pénz. Ez nincs még learatva? Ez nincs. Dehogy is nem. Ez mert a betakarításra kész. Akkor várjál, mert két felszámozás van, akkor 29. Kisföld ott egészen fent. Na, mindjárt megnézem. Mit szeretne, amire a katőt nem elég? Hát... igazából... erre a katőtás... is elég kell, hogy legyen, de... ha már csináljuk, most csináljuk, húzzuk be a falba, akkor már... csak leggyorsabb legyen már. Egyébként 2000 per 1000-es net van. Úgyhogy... hagyd szokja. $6,000,000, azt a... az igazság, hogy hiába 2000 prezesenet, nem tudtam még sosem kihasználni. Nyilván azért, mert a gépben is a kártya az csak 1 gigabitet tud. Úgyhogy...
De hát amúgy meg ha... Nem is tudom igazából... Ha 1000 megabit nem elég semmire, vagy nem elég, akkor igazából semmi sem elég. Na. Egyébként már csinálják a Kat 8-at is. Tervezik, fejlesztik. Az igen. Ezt az mit fog tudni? 40 gigabitet. 40 gigabit? Az komoly. Fordulnom el, eladom a területet, baszhatod. Melyiket mondtad, hanyas főled? 20? Az egyik két térkép nézete 29-et mutatja, a másikon, amikor megvásárláson vagy, akkor 72-es. Aha, látom. 14 hektár, na mondjuk az egész annyi. Az lesz egy kis 7 hektáros föld, azt még simán be tudjuk fejezni, ha álmos is vagy. Ja, az meg lehet még sima. Szóval, ha még mindig bírod, akkor meg mehetünk tovább. Dolgozol reggel, Tomi? Persze. Ezt csodálkoztam, úgy felajánlottad ezt a mehetünk tovább dolgot, hogy... És még 3-4-10, azt a földet meg tudjuk csinálni 11-re. Fiatal az idő. Na, legalább értelmet nyert a have. Pont jó. Csak ez nem fér bele a Daniba majd, úgyhogy ezt elviszem én. Ja, úgyis jó. De bár most 30 ezernél jár. De ennyi. 31.500. Aha, az igen. Több hitet már nem is tudunk venni. Nem igen. Igaz, a 600 milliós föld jó lenne. Hát igen, igen. Mehetünk burgonyát szedni bérmunkába 26 millióért. 26 millióért? Kelig nem fejezed be.
Hát ezzel még lehet, hogy váljunk egy következő streamet, vagy nem tudom. Mert az csúnya, az nagyon csúnya. Szerintem. Na melyik volt ez a 29? Ez lesz az. Vásárlás. Kurva Isten, bassza meg, mert mindjárt megyek haza fel a sikátorba. Erdj Istennek, faszára. Húj. Nem lehet oda menni? Ja nem. Itt viszont lehet, hogy oda tudnánk menni. Megpróbáljuk. Ajjaj, itt már elfőtt az út. Nagyon érzésem, hogy rábasztunk. Ja, én is megyek az erdő között, figyelj. Be kéne majd rakni azt a módot, amit mutattam, nem tudom, olvasta vagy nézte, de... A dragonyát? Aha. Kétszer meggondolná az ember, hogy akkor lemenjen az útról, vagy nem? Jaj. Itt víz van. Volt a mátrágok az erdőn, az első része sikerült is. Na. Ennek aztán jó alakja van.
Hogy villog a kicsi fiú. Villog? Itt is most 326,3 fokkal megyek. Basta. Lehet nem fogom bírni levágni. Nosi, köszönöm a követést, üdvözöllek. Nem állok se, hogy hétvége körül szántani kéne itthon is, de nem tudom, mi lesz belőle. Majd meglátjuk, attól függ, hogy... Jaj. Hogy fog majd állni a szántás lezárásokkal. Hétvégén mennem kéne venni még beltéri ajtót. Tani, most mondjál valamit, légy szíves. Köszönöm a követést, üdvözöllek. Tanit mondtam.
Ezek szerint kapufa. Vagy Csapé mindig a pantomimes Halloween kosztüm van rajta. Halloween? Be volt előtt tegnap este? Vagy nem tudom, hogy arra fele mi a helyzet? Itt nagy hagyománya van. Ezt a szokást nem vettem át. Azt néztem, hogyha még beszélt is a Dani, a zöld kis gyűrű a profilképe körül nem villogott. Akkor csak van valami bibi. Kérdés, hogy mi? Csak az lehet, hogy nem érzékeli. Az igen. 3,5 millió kis leasing. Aha. Gyakad bele kibe. Aha. Na, az érdekes lesz lekövetni a kanyart. Mi történt? Ó, nézd meg! Ajaj! Ajaj! Próbálom én is úgy csinálni, hogy jó legyen. Úrom, vagy csinálom, jó itt. Ezt a bosszások vannak. Hát ez komoly. Most jó, nem azok. Na. Szép volt. Azért ezt így ilyenrel nem mertem volna megcsinálni. Azt nézed, nem akadtunk össze. Ezt végül is nem. Dani megint tele? Mhm. Két ürítés fél rá. Csak. Hát elvileg 30 kövös. 25-ös. Á, nem létezik. Meg. 25,5 köbméter. Igen. Akkor mi a picsáját vettem én ezt? Te vasztad-e? Hát ezt én, igen.
Egy direkt fel is magasító szar, nem mondom így, 30 köp környéke. Aha. Ezek szerint nem. Nézni kell itt egy egyenes erre. 326,9. Pablo is bealudt. Na. Stop being nice. Hát én ezt mellett nem fogom leratni, srácok. De maradnál még fent, Tomi? Hálmos vagy? Ennyi, nyugodtan. Majd holnap úgyis fog szívni eleget. Hát ez komoly lesz a holnap, azt tudni. Megint Tony is jó. Meg van szivatva ma. Na mert hogy? Hát még mindig kell neki egy 3-4 perc, mire fölér a leadó helyre. Annyira szar helyen vagyunk? Hát körbe kell venni a fél térképen. Tényleg. Hehehehe
Ez komoly. A hang jobban bánt. Biztos, hogy meg tudjuk valahogy csinálni, meg tudnánk csinálni valahogy. Tuti. Egyébként állítottál valamit, miután még hallottunk? Vagy csak így azt elszánt? Igen, az érdekes, hogy ugye még akkor fentem is húztam a hangot, mert egy picikét azért halk volt. Közvetlenül utána semmit. De Dávid, amikor engem nem hallottál ugyanebbe a szobába, akkor te mit állítottál? Akkor nálam volt. Nálam volt probléma. Mert nekem alapértelmezettem volt a hang eszköz, azt hiszem. Tehát úgymond, amit mintha Windows használna. De az kevés, a Discordnak az kevés. Ott be kell állítani, hogy konkrétan melyik eszközt használja hangra, és melyiket rögzítésre. Mondtam, kis szar, Matchbox. Jó az. Legalább kevesebbet fogyaszt. Ennyi. Király, köszönöm szépen a követést, üdvözöllek. Király. Szakközepes fizika tanáromat hívták Sirálynak, az volt a vezeték neve. Ó, de Sirály. Azt első órán meg is kaptam az első karómat. Gondolom, hogy... Kiadta feladatba, hogy hát akkor olvassuk el, amit ki kéne leadni, hogy meg mindig ment a szertárba tütükézni. Így aztán onnan mindig kacsingatott kifele. Aztán ugye egy héttel korábban volt a gólyatábor, azért már barátságot megkötetettek. Te meg megteltél. Meg, pont meg. Úgyhogy, hát olvasás helyett ugye mi röhögtünk, mint állat, úgyhogy rögtön ki is hívott minket a táblához, hogy akkor mit olvastunk. Én semmit. Úgyhogy megjött az egyes. Aha. De egész évben nem nagyon szeretett, úgyhogy hogy évre kerültem gyorsan. Hát hogy lehetsz ilyen? Akkor sirálja volt a helyzet. Nagyon, nagyon. Év végén, amikor nézegett, hogy kit hányas az álljon le, pont benn volt a matek tanár, áll a négyes voltam, matek tanár nő, áll a négyes voltam, aztán egy-kettedre álltam a csávókámnál. Oh. Aztán a matek tanár mondta, hogy ha más ez jó, gyerek, engedd át. Azzal az egy tantárgyal volt gondolom, pontosabban a tanára, de hát
Nem tudom, ügyeskedünk. Másik ugyan ilyes tanár, az a mechanika tanárunk volt, az meg szakközép második volt, ha jól emlékszem. És az igazi régi vágású fazon volt. Hát akit még gyakorlatilag a 60-as években hagytak itt ránk. Beedződve. És akkor ugye egyenes testek, egyenes vonalú, egyenletes mozgása. Az volt a téma. És főrajzolt a táblára egy, hát egy téglalapot. A téglalap ugye 25 km per órás sebességgel egyenes irányba egyenletesen mozog, csak valaki a hátsó sorban meg, hogy benyögt, hogy kockalada. Hát, ugye a fél osztály röhögött, tanár, ki volt az, és az ő, fa, ő mániája az a hatos fogat volt. Úgyhogy hat embert ezt így kiemelt az osztályból, volt egy ilyen 10 centis kréta, az 6 darabra eltördelte, úgyhogy mindenki kapott magának egy feladatot. Lehetett oldani szépen. Aha. Kibaszott veletek. És akkor volt nála három színű, három különböző színű jegy. Volt a kék, a zöld meg a piros. Mindegyik más súlyozással bírt, a kék az egyszeres, a zöld a kétszeres, a piros pedig háromszoros szorzóval bírt. Az egyesnek még talpat is rajzolt. Az... az meg duplázott. Hát, hogyha te kaptál egy piros talpas egyest, azt hívtuk mi csak lánc talpasnak, tehát ha kaptál egy piros talpas egyest, az 6 darab egyesnek felelt meg a évvégi elszámolásnál. Rohasz, igen. Tehát megkaptad a lánc talpas, tehát akkor te ott már elég bukovári voltál. Mert már lehetett kapálózni. Ott már túl sok esélye nem volt az évben. JDG, köszönöm a követést, üdvözöllek. Baszki. Jó helyre jártam suliba. Csipett mindenki, csipett. Ja, hát nekem nem volt szerencsém lánctalpas egyest kapni, de... Hát, voltak ilyen sztorik, ja. Hát nem is tudom. Talán második volt már ott is. Második vagy harmadik szakközép. Iskolától 50 méterre volt egy kocsma, akkor még nem voltak ilyen hülye szabályok, hogy kocsma meg ilyen dolgok nem lehetnek az iskola adott körzetén belül. Úgyhogy az egyik tanárt nem bírtuk, úgyhogy mindig ott kezdtünk. Pince kocsma, a Hősök terétől nem messze. Pesten. Fél évkor persze különbözőt itt kellett írni, mert nem volt meg az óra számunk. Titi. Balsok. Hát persze a kis borsodi az akkor, akkor pont a kis diák zseppénzre volt elegendő. Azt a mindenit. Én lehet átadom neked ezt a... ezt a kombányolós örömet. Mit szólsz hozzá? Csak. Ennyi van még a földből. Még van sok a földből. Tudom, azért adom át, mert én szerintem lassan elbúcsúzok, mert kb. Nem látok ki a fejemből. Ami te hogy állsz?
Főleg, hogyha reggel megint kezdeni fog kicsi minket 5:30 fele. Hát majd legközelebb megpróbálom, hogy valahogy hamarabb kezdem ezt az egészet. És akkor hát, ha nem leszek olyan hamar fáradt. Figyelj, nézd rá a térképre. Ezért nem ír, baszki, mert gondban van a gyerek. Ajjajjaj. Micsoda manőverekben van. Hát igen, mert levágtak itt az utat, gondolom. Igen, mert az a domb azért tényleg nagy ott a pálya közepén. Ez a nem létező íveket használ. Hát ezt láttam. Na jó, srácok, én elbúcsúzok. Hát ez nem volt egy túl hosszú stream. Durván 2,5 óra. De egyszer olyan szinten rám tört az álmosság. Jó, valahol ezt is megértem, mert tényleg korán keltem. Meg egész nap csináltunk, egész nap talpon voltunk, úgy nem volt pihenés. Közben jött egy-két fa. Azt láttam, hogy ezé volt, ilyen akadálypálya. Faszapálya ez. Amúgy tényleg jó, szerintem jó. Szia Babsi, pont a végére. Hát nagyon sajnálom, de nem bírok fenn lenni. Tehát még a beszél is egész nehezen megy. Holnap merre lesz elérő privátba? Le, persze le fogom. Csak addig nem fogom tudni, míg délelőtt nem tudom meg, hogy nyilván hova kell nekem majd menni váltani, vagy hogy lesz, mi lesz. De egyébként gyanús, hogy holnap még ott leszek, ahol szántottunk. És majd talán a következő nap este leszünk máshol. Talán. Tente baba. Na, jó van, srácok. Hát ez most ilyen rövid lett, sajnálom, de nem megy. Nem megy. Nekem megyen. Neked nekem megy? Miért megyen? Na, neked miért megy? Nekem megyen. Nekem miért megyen? Na! Na. Pont most miért akartam megyen? Benyomatni. Laca, köszönöm a követést, üdvözöllek. Nekem megyen. Még van hely, valamilyen ilyen soundulatot tudnánk betenni. Még egy darabra van, ami ingyenes. Aha. Nekem megyen. Itt van már Dani is. Hol a kurva Isten, bassza meg, mert mindjárt megyek hazafel a sikátorba. Erre az Istenem, faszára.
Ja, srácok, nem el kell is a sikátorba szerintem, mert... Végem van. Aztán is a gép találkozók vannak itt. Full John Deere, full John Deere. Egy farming szimulátoros póló. Ma mennyi szórt a kombány? Látszik, hogy... Azt keresed, igaz? Ja, értem, bocs. Csak fingani kellett, mi azt arrébb mentél. A social distancing hogy működik? Rögtön. Tó is jó, volt van közben. Akkor. Passa volt akkor. Na, kösz, hogy itt voltatok. Kösz a játékot, srácok. Hát legközelebb kicsit hamarabb kéne kezdenem. És akkor jobban bírnám. Meg nyilván előtte nem kéne egész nap működni megint. Na de ez már ilyen. Megnézzük majd Dani ezt a beállításokat, hát ha majd rájövünk. Szerintem még most... Most a stream után akár gyorsan még ránézhetünk amúgy. Hát, ha jó lenne. És akkor legközelebb már... Patika. Átugrunk egy másik társalgóba. Ja, annyi, annyi. Na, srácok, további szép estét, jó pihenés mindenkinek. Holnaptól meló, úgyhogy kitartás mindenkinek. Nem ígérem, hogy este leszek. Mert nem tudom. Nem tudom, hogy hogy lesz. Ha leszek, úgyis észrevesztek. Ha meg nem, akkor nyilván nem tudom megígérni nektek, úgyhogy lesz, ahogy lesz, ennyit tudok mondani. Oli, köszönöm a követést, üdvözöllek. Na, még egyszer további szép estét, jó éjszakát mindenkinek, sziasztok srácok!